Imáron hatodik alkalommal várt az érdeklődőket a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár Titán Klub elnevezésű előadás sorozata. A klub olyan előadókat hívnak, akik fiatalkoruk ellenére kiemelkedő tehetséggel bírnak szakmájukban vagy egyéb területen. Most Tamás Endre és Viccei Endre volt a klub vendége, akik nem csak nevükben hasonlítanak, hiszen mindketten szüleik nyomdokaiba léptek fiatalkorukban. A gimnázium után, az érettségi után többszörösen nem nyertem felvételt, amelyik iskolába szerettem volna járni, és egyszer csak a szüleim úgy határoztak, hogy akkor vagy megpróbálunk együtt dolgozni a családi vállalkozásba, vagy pedig éljek önálló életet, és én szerencsére azt választottam, hogy akkor próbáljunk meg együtt dolgozni. És a kérdés pedig az volt, hogy hogyan jutottam el idáig, úgy, hogy édesapám, az akkori vezető, kitalálta, hogy nekem ranglétrát végig kell járnom. Tehát én a betanított munkáson keresztül voltam árupakoló, segédmunkás, üzletkötő, alapanyagbeszerző, majd végül én lettem az ügyvezető. Így állt a családi vállalkozás élére, majd ezután a Karamell Kenyérsütő Kft. Ügyvezetője is lett. A csütörtöki Titán Klub másik előadója, Viccei Endre is szintén édesapja nyomdokaiba lépett, és vitte tovább a családi vállalkozást, melyet sikeresen bővítettek és fejlesztettek is, bár nem erre a pályára szeretett volna lépni fiatalabb korában. Nem volt más választásom. Volt egyébként, de apu végül is hagyta, hogy próbálkozzak ebbe, próbálkozzak abba, hogy én színjátszó körökbe jártam, és dédelgetett álmom volt, hogy én majd egyszer színész leszek, történelem fakultációra jártam a gimnáziumba Raffai tanár úrhoz. Tehát egy ilyen humán pályát képzeltem el magamnak, ehhez képest szemészeti anatómiát, szemészeti optikát és különböző lencsetörésmutatókat számolgatok, hát így alakult. A 6. Titán Klub két előadójával készült interjúnkat hosszabban a március 15-i Staféta című magazin műsorunkban láthatják.